Köszöntöm a nézőket, az életvitelt látják. Számos kutatás alátámasztja most már, hogy a gyermekkorban elszenvedett traumák felnőtt korban is komoly mentális problémákat, zavarokat okozhatnak. Hogyan lehet átvészelni a traumát, fel lehet-e oldani azt a krízist, amiben egy adott esemény kapcsán, vagy amit a gyermek átélt egy adott esemény kapcsán, nagyon sok kérdés felmerülhet a szakemberekben és a privát emberekben is. Manapság pedig azt látjuk, hogy egyre több a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, sérelem, tehát a probléma élő, ezért is gondoltuk, hogy beszélgetünk erről Lévai Ágnes Melindával, pszichológussal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is. Többször is beszélgettünk hasonló témákról, hiszen, ahogyan mondtam, élő ez a probléma, élő jelenség, és nagyon sokszor akár az iskolai környezetben, vagy gyermekvédelemben is találkoznak olyan esetekkel, amikor egy súlyos trauma, vagy egy traumatikus esemény, egy megrázkódtatás érte a kiskorút, a gyermekkorút. Miért fontos az, hogy gyermekkorban ezek a traumák, ezek az események nagyobb hatással bírnak az emberre, az ember lelkületére, és még sok éven át hordozzák, míg felnőtté válnak az emberek azt az adott eseményt? Tehát miért nehezebb gyermekkorban átélni egy traumatikus eseményt, mint mondjuk felnőtt korban? Talán indítsunk innen. Hát elsősorban azért, mert a traumatikus esemény a gyermekkorban olyan hatással van rá, amihez nincsen még megküzdési repertoárja. És egy fejlődésben lévő szervezetre sokkal nagyobb krízist vált ki. Tehát az a gyermek, aki még mentálisan, érzelmileg, testileg, intellektuálisan fejlődésben van, olyan mély sebeket nyújthat számára egy ilyen trauma, olyan mély krízis állapotba kerülhet ezáltal, amit sokkal nehezebb orvosolni a megküzdési stratégiák hiányában. Azért szoktuk mondani, hogy a gyerekek nagyon sok mindent kibírnak, talán éppen azért, mert hogy még olyan tiszta a lelkük, és hogy nincsenek tele negatív előítéletekkel, de ettől nem vonatkoztathatunk el. Egy trauma egy gyerek számára nem olyan, mint egy rosszul sikerült dolgozat, vagy egy sikertelen futballmérkőzés. Ez egy olyan méreható nyom, ahol megkérdőjeleződik az ő önbizalma, az ő önbecsülése, azt, hogy kézben tudja tartani a világot, nagyon sok emberbe vetett bizalma esetleg megrendülhet. Olyan helyzetekbe hozhatja a gyereket, ami feltétlenül szakember segítségét követeli. Tehát olyan támaszt kell számára nyújtani a családi, a szociális háló megemelése mellett, ami szakszerű segítséget nyújt ennek a helyzetnek az áthidalásában. Egyébként trauma és trauma között van-e különbség? Tehát, hogy ugyanazt éli át egy gyerek, amikor mondjuk hirtelen elveszíti a szüleit, vagy balesetet szenved, és a többi, hirtelen most példák nem is jutnak az eszembe, vagy pedig a szakember különbséget tesz, hiszen különböző hatások érik a gyereket, azáltal, hogy valamilyen káreseményt él át, és akkor más-más tünetet, hatást, lelki viszonyulást vált ki a gyerekekből. Hát traumák között is teszünk különbséget, tehát egyfelől vannak olyan traumák. Ugye a trauma jellemzője, hogy egy nagyon hirtelen bekövetkező, sokszerű hatás, egy olyan erős stresszhormon képződése indul meg a szervezetbe, ami egyfajta megküzdésre sarkalja őt. Tehát kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy trauma olyan helyzetet állít elő, most ez egy virtuális képzeleti példa lesz, hogyha az erdőben békésen sétál valaki, és szembe jön egy medve váratlanul, akkor olyan hormonokat termel a szervezet, olyan erős stresszhormonokat, kortizolt, adrenalint, amely vagy a megküzdésben segíti, hogy harcolni legyen képes, vagy pedig a menekülésben. Na most, amikor a trauma újra és újra ismétlődik, tehát ismétlődő, elhúzódó traumáról van szó, akkor ezek az anyagok újra és újra ismétlődnek, termelődnek a szervezetben, ezáltal már máladaptívvá válnak ezek a megküzdések, és ekkor
másképpen viszonyul a gyerek az adott eseményhez, mint amikor egy egyszeri trauma történik. Az egyszeri trauma sem kisebb, tehát nem az a mérlegelés elve, hogy melyik az egyszerűbben feldolgozható és melyik a súlyosabb, de hogy más a hatás egy hosszan elnyúló bántalmazásnak, egy otthoni családi környezetben megélt kitaszítottságnak, szeretetlenségnek a traumatizálódása ugyanúgy sebeket ejt, mint egy egyszeri trauma, például az elveszített személyhez fűződő érzelmi viszonynak a felbomlása következtében. Tehát nagyon komoly kötődési traumát élnek meg a gyerekek, hogyha hirtelen kell elveszítenünk az édesanyjukat, az édesapjukat. Ha hirtelen kerül ki valaki a családból, ha csak úgy hirtelen köddé válik, ha csak úgy elmegy, és nem tudjuk, hogy mi történik, vagy elveszett. Tehát, hogy ezek ugyanaz a kötődési trauma köré épülnek fel, mint egy halálesetben. És aztán itt ez a krízis állapot, ami ebből fakad, annak ugye vannak szakaszai. De hogy nem csak érzelmi alapon történő traumák vannak, hanem vannak civilizációs traumák, és ugye mindig voltak sajnos, és reméljük, hogy nem nagyon lesznek, de hát a háborúk azok ilyenek, a terrortámadások ilyenek, amikor olyan, ha nem közvetlenül, de közvetetten is olyan családtagok sérülnek, akár érzelmileg, akár egzisztenciálisan a veszteségek során, amit talán még generációkon át is hordoznak, legalábbis nyomokban a családtagok. De vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek szintén ilyen hatást váltanak ki. Tehát trauma lehet egy árvíz, egy cunami, egy földrengés, egy olyan helyzet, amire nem tudnak felkészülni. Mert a trauma az a felkészületlenségtől borzasztóan erős sok hatású. Tehát, hogy nem tudom kiszámítani, hogy mi fog történni, annyira váratlan, annyira kezelhetetlen, annyira rendkívüli, és az úgynevezett normális élettől eltérő helyzetet teremt, amivel hirtelen pillanatnyilag nem lehet megküzdeni, mert erre nem tudunk teljes mértékben felkészülni. Mi változik meg egy ilyen esemény kapcsán? Ugye én azt mondtam, hogy az emberekhez való viszonyulás módja megváltozik az egyénnek, vagy a gondolkodás módja, vagy a világhoz való viszonyulása, felfogása, és hogy ez egy tartós állapottá válik-e, ez egy nagy kérdés. Én hallottam olyan gyerekről, aki elveszítette hirtelen egy balesetben az édesapját, majdnem egy fél évig nem szólalt meg. Én ezt el sem tudtam képzelni, hogy fél évig ugye nem beszél, egy tizen akárhány éves gyerek. Tehát, hogy meddig állhat fenn ez az állapot, nyilvánvalóan ez az eset sem volt kezeletlen, tehát járt pszichológushoz, szakemberek kezelték az illetőt, de nagyon sokáig fennmaradt, megmaradt a probléma. Nincs erre szakirodalom, hogy pontosan kinél meddig tart ez a trauma feldolgozás, vagy ez a krízis helyzetnek a feldolgozása. Ez nagyon egyéni függő. Egyrészt kell egy személyiségszerkezet hozzá, kell az, hogy milyen fajta biztos alapjai vannak, tehát a biztonságos kötődés. Hát ugye fölmerül az igazságos világba vetett hit, hogy ez most velem megtörténhet, nem történhet meg, akkor most én tettem valamit rosszul. Ugye az önvádlás, a hibáztatás, vagy akár a kifelé mutogatás, a bűnbakkeresés, a bűnbakképzés, ezek mind részei lehetnek egy traumának. Az, hogy milyen a feldolgozási idő, azt nagyon nehéz megmondani. A legfontosabb az mindig, hogy minél hamarabb kerüljön valamilyen segítség közelébe a traumát átélt személy, mert egy olyan biztonságos közegben, ahol jól érzi magát, tehát mondjuk egy közvetlen családtag elvesztése után a legközelebbi és legközvetlenebb családtag oltalmazó melegsége és szeretete az ő szokásrendjeinek a megváltoztatása nélkül talán egy olyan biztonságot tud nyújtani, amely segít áthidalni ezt a kritikus helyzetet. De mindenképpen szükséges szakember bevonását kérni, ha csak azért, hogy azt megállapítsa, hogy nagy a baj, vagy kell valamilyen helyzetben orvoslás. Megtévesztő lehet, mert hogy a gyerekek nagyon, ahogyan mondtam, nagyon sok mindent túlélnek, és nagyon jól tudnak alkalmazkodni, akár látszólag bizonyos helyzetekhez, és ez azt is jelenteti, hogy pillanatnyilag nem hoznak tünetet. Tehát látszólag ugyanúgy folytatják az életüket, mint addig, eljárnak iskolába, vagy eljárnak óvodába, játszanak, nem sírnak többet, nem esznek kevesebbet, stb. Ez is előfordulhat. Azonban
később újra jelentkezhetnek a traumatikus tüneteket kísérő emlékek, ezek ilyen emlékbetörések, szoktuk így nevezni, tehát egy hang, egy illat, egy íz, egy mozdulat, bármi felidéz bennük egy olyan történetet, ami a traumához kapcsolódik, és akár az generálhatja, újra aktiválhatja benne ezeket az érzéseket, és lehet, hogy akkor már tünetet is hoz. Olyan pszichés tünetet, ami már jobban kézzelfogható. Csak az a probléma, hogy ezeket a flasheket, ezeket nem lehet kivédeni, vagy ezeket nem lehet elkerülni, ami ugye emlékezteti arra a traumára a gyereket. Az egy nagyon érdekes kérdés, amit itt az elején fel is vezettem, hogy hogyan viszi át egy egész életen át egy adott traumát az ember a lelkületében, hogyan hagy nyomot, és hogy miért mondják azt a szakemberek, hogy még felnőtt korban is nehezen heverhetők ki a gyerekkori traumák. Hát én azt gondolom, hogy ezt már több témában is próbáltam hangsúlyozni, hogy ne legyen olyan nagyon elkeseredett ettől a társadalom, hogyha valaki trauma ér, akkor az már életen át viszi ennek a nehéz súlyát. Igen, valamiképpen mindig nyomot hagy, de hogy feldolgozható a helyzet az, hogy ez is egy gyászfolyamat, ennek is meg kell érnie. Tehát, hogy a szakemberek abban tudnak segíteni, hogy a sok helyzet után, ami éri őt, a tagadás fázisában, hogy Úristen, ez nem lehet, hogy velem történik meg, nem lehet, hogy én veszítettem el azt, aki számomra olyan nagyon fontos. Utána a kétségbeesés, a szomorúság, akár depressziós szakasz, amit azért nem is mondok feltétlenül sorrendben, mert kicsit keverednek, kicsit váltakoznak ezek, az időszakok azok nem tankönyvszerűen követik egymást, és hogy utána jöjjön egy olyan fajta megbékélés és elfogadás, ami elősegíti azt, hogy elengedte azt a helyzetet. Tehát úgy szoktam ezt mondani konyha nyelven, hogy a lélek olyasmi, mint egy könyvtár, ahová visszahozzák a könyveket. Rengeteg esemény, benyomás ér bennünket az életünk során, egészen a születésünktől, sőt, szerintem a születésünk előtt is már. És ezeket a benyomásokat, élményeket, ahogyan raktározza a lelkünk, nem mindegy, hogy hová raktározza. Tehát az nem mindegy, hogy a könyveket csak kinyitjuk a könyvtár ajtaját és bedobáljuk, vagy pedig szépen katalogizáljuk, és szépen sorba tesszük, és tudjuk, hogyha legközelebb arra gondolunk, arra az élményre, arra az emlékre, akkor tudjuk, hogy a számunkra mit hagyott, milyen nyomot, de már nem azzal a fájdalommal, nem azzal a kétségbeeséssel tudjuk elővenni azt az emléket, mint amit akkor megéltünk. Ez jelenti azt, hogy feldolgoztuk az emléket. Nem elfelejteni kell, hanem feldolgozni. De ehhez már kell természetesen egy érett gondolkodás, egy érett psziché, hogy ideig eljusson az egyén. Mi a különbség a traumatikus élmény és a krízis helyzetek között pszichológiai értelemben? A traumatikus helyzet váltja ki a krízis helyzetet. Azonban, megfordítom, nem csak akkor kerül valaki krízis helyzetbe, hogyha valamilyen nagy trauma történik, tehát hogy nem kell ahhoz valamilyen civilizációs vagy kötődési traumának megtörténnie, hogy krízist éljen meg. A krízis az egy adott időszakra vonatkozó helyzet, amit nagyon nehezen tud átvészelni. Ebben is vannak rendkívüli krízisek, és vannak olyanok, amelyek úgynevezett hétköznapi krízisek, normatív krízisnek szoktuk ezeket nevezni. Ez azt jelenti, hogy az életszakasz, az élet belejárójaként, fejlődési kríziseként tartjuk őket számon. Hát ilyen krízis lehet egy gyerekszületés, olyan, hogy elmegy az óvodába, milyen nehéz a szülőknek, anyukáknak elengedni a gyereküket, sokszor nehezebb, mint a gyereknek. Aztán ilyen krízis lehet egy házasságkötés, egy válás, a nagy gyerek kirepülése, a midlife krízis, amivel most elég sokan küzdenek és szenvednek, mivel ez a köztudatban van, már fel is ismerik saját magukról, hogy ebben vannak benne. Tehát, hogy az a különbözőség, hogy nem kell nagy traumát átélni, van egy viszonylagos kiszámíthatatlansága, van egy kétségbeesés, van egy bizonytalanság, de talán rövidebb ideig tarthat, főképpen, hogyha kap megfelelő segítséget, illetve olyan lelki alkattal rendelkezik, mert azért ez nem elhanyagolható, aki egy pozitív szemlélettel, egy pozitív látásmóddal túl tudja magát tenni ezeken a nehéz helyzeteken.
a krízis esetek kapcsán felmerül a kérdés, hogy a megküzdési stratégia, amit már említett az elején is, mennyire határozza meg azt, hogy egy-egy krízis helyzeten, vagy egy ilyen mély ponton, csak nevezzük ennyinek, vagy ennek átesik az ember, átbillen az ember. Hogyan van ez összefüggésben egymással, vagy lehet-e erre egy picit tanulni, ráedzeni magunkat lelkileg? Hát a megküzdési stratégiák szerintem gyerekkorban kezdődnek. Szerintem ott kezdődik, amikor a szülő túl óvóan vagy túl féltően neveli a gyerekét, és az első elesés után rögtön utána kap és fölemeli, vagy pedig hagyja megtanulni föltápászkodni négy kézláb a földről, meg mindenféle önállósági tevékenységet, mert hogy akkor alakul ki az a fajta tudás a gyerekben, hogy én ezt képes vagyok megtenni, a szüleim bíznak abban, hogy én ezt képes vagyok megtenni, tehát a bizalom kialakul, ez egy kölcsönös bizalom, adása, kapása, és ebben a biztonságos közegben, ahogyan felnő, tudni fogja, hogy hol vannak az ő határaik, mik az ő úgynevezett kompetenciái, amiben ő jó, és ezekben a nehéz helyzetekben tudja ezeket mozgósítani. Abban a helyzetben, hogyha kiszolgáltatott a gyerek, de akár ez is lehet, vagy pedig, hogyha túl óvják, és nagyon ki van szolgálva a gyerek, akkor nincsenek ezek a készségei kifejlődve, akkor nem tudja, hogy ő mire képes. Ezek a készségek nem csak arra vonatkoznak, hogy mit tudok megtenni cselekvés szinten, hanem hogy érzelmi szinten hogyan tudom kezelni a helyzeteket. Hogy sírhat-e egy gyerek, hogyha elesik, egy fiú gyerek. Vagy ugye a régi nevelési attitűd az volt a hozzáállás, hogy katona dolog, mire katona leszel, begyógyul, nem, hogy fiú gyerek nem sír. Aztán jól megtanítjuk erre a férfiakat, hogy az érzelmeket nem mutassák ki, vagy nem merjék, vagy szégyeljék kimutatni azt, mert ugye a gyengeség jeleként apostrofálják, holott pedig inkább az erősség jele lehet, hogy mernek ezzel szembenézni. Tehát ez egy folyamat, ezt nem lehet időponthoz kötni. Ez a szocializáció révén alakul ki mindenkiben, de én úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat meg lehet tanulni, hiszen ugye mondjuk az amerikai pszichológia azt mondja, hogy a krízis helyzetekből azok az emberek, akik pozitív gondolkodású emberek, megküzdési stratégiával bírnak, vagy fel tudják építeni gondolatilag, lelkileg azt, hogy egy mélypontról hogy tudnak kijönni, vagy a gödörből hogy tudnak kijönni, azok ugye sokkal jobban boldogulnak az életben, és ez nem csak a családi kapcsolatokra igaz, hanem gondoljunk csak egy munkahely elvesztésére például, vagy valamilyen üzleti tevékenységben a kudarc élmények legyűrésére, vagy leküzdésére. Sokan benne ragadnak egy krízis helyzetben, hosszan, sokan pedig ki tudnak abból jönni. Tehát, hogy lehet, hogy ezt is lehet egy picit tanulni, ha nem is gyerekkorban, de úgy folyamatosan egész életünk végéig, tehát felnőtt korban is rá lehet egy picit erre edzeni, vagy rá lehet erre, vagy ezekre a szituációkra mégiscsak valahogy készülni. Hát ez nagyon nehéz, meg szituáció függő is természetesen, de vannak-e ilyen tréningek? Bizonyára vannak ilyen tréningek. Én testközelből nem ismerek ilyet, mert ilyenre nem jártam, és ilyet nem tartok. De azt gondolom, hogy csoportos formában is nagyon jók ezek a tréningek. Egyrészt azért, mert arra tanítják meg az embert, hogy egy krízis helyzetbe más is kerülhet. Ez a nem vagy egyedül szemlélet, hogyha neki sikerül, akkor nekem is, hogy ez a fajta társas támasz, amit ott megélnek ebben a csoportban, az előre viheti azt a fajta önértékelést, hogy akkor nem csak az én önbizalmammal van probléma, hanem más is kerülhet hasonló cipőbe. Tehát ezért nagyon jók ezek a társas kapcsolatot is erősítő csoportos tréningek, de egyéni utat is be lehet járni. Tehát azáltal, hogy bátran merünk élni, azáltal, hogy merünk iskolát változtatni, hogy merünk munkahelyet váltani, hogy merünk kapcsolatot váltani, mert hogy kilépünk abból a biztonságosnak tűnő komfortzónából, ami mondjuk egy átlagos keretet képvisel, de mégis azt mondjuk, hogy ez valamiért nem jó. A krízis akkor van mindig feldolgozva, hogyha nem ismétlődik. Tehát, hogyha nem, azt szoktuk mondani, hogy nem mindig ugyanabban a folyóba lépünk bele, hát abban nehéz belelépni,
mert a vízfolyása már más, de hogy ugyanazokat a helyzeteket, hogyha valaki ismétli, akkor valószínűleg ott történt egy elakadás, tehát valami nincs feldolgozva, valamit nem értett meg az ő történetében, de hogyha ezen túljutott, akkor igenis a krízisek lehetnek építő jellegűek. Tehát a krízisek, arról nem beszélve, hogy krízisként élhetünk meg pozitív eseményt is, tehát egy házasságkötés is krízis, meg egy gyerekszületés is krízis, nem azért, mert szörnyűség az, ami velünk történik, hanem azért, így van, fenekestől felfordul a világ körülöttünk, és azt ki hogyan tudja beilleszteni az akkori érzelmi állapotába, lelki állapotába, mennyire érte váratlanul, ugye a váratlanság az megint ennek az egyik mértékegysége lehet. Úgyhogy a szép emberré válás, egyik oktatóm mondta egyetemen, hogy szép, lelkileg szép emberré válik az, aki nagyon sok krízisből jön ki úgy, hogy közben azt mind tudja kamatoztatni a későbbi életében, és hogy emelt fővel, és hogy tartással tudja tovább élni az életét. Most nagyon sok fogalmat felvázoltunk itt hirtelen, a traumától indultunk a krízisen át, és akkor vannak ilyen szavak, hogy változtatás, megváltoztatni helyzeteket, szituációkat, és képesség arra a bizonyos változtatásra, és eszembe jutott egy másik szó, a konfliktus. Konfliktus helyzetek, konfliktus szituációk is számtalanszor adódnak az ember életében, és valahogy mégis összefüggésbe hozhatóak az előzőleg emlegetett krízis fogalmával, például családi krízis, vagy családi párkapcsolat, krízis adódhat tartósan fennálló konfliktusokból. Hogyan lehet a konfliktust feloldani? Ez egy jó kérdés, mindenki szeretné azonnal a receptet kérni szerintem. A konfliktusnak ugye az a lényege, hogy valami érdekellentétben áll két ember, vagy két csoport, vagy egy ember, két csoport, vagy egy ember több emberrel szemben, tehát ez nagyon változó lehet. És hogy ez valamilyen érdekkülönbözőséget, valamilyen szemléletbeli különbözőséget, vagy egyszerűen csak valamilyen érzelmi hiányállapotot tükröz. Azt, hogy a konfliktus jelen van, az azért tudom alátámasztani, mert hogy a krízisben is jelen van, a traumában is jelen van, hiszen konfliktusban vagyunk azzal a helyzettel, vagy akár saját magunkkal, hogyha hibáztatjuk saját magunkat, hogyha nem tudjuk elfogadni ennek az eseménynek a meglétét vagy a történetét. A családi konfliktusok azok sokszor mélyről gyökereznek, van úgy, hogy nem is az adott párnak a konfliktusa az, hanem valamilyen hozott generációs konfliktus, és annak a mintája alapján próbálnak valamit megoldani a saját párkapcsolatukban, de mivel ez nem lehetséges, ebből fakad ez a konfliktus. A családi konfliktus az kicsit összetettebb, tehát soha nem arról az egy emberről vagy két emberről van szó, akik tevőlegesen akár ott vannak ebben a helyzetben, vagy akikről mesélnek, hanem mindig ez egy hozott történetnek a helyzete. De vannak olyan konfliktusok, amelyek például adott helyzethez, szituációhoz kapcsolódnak, ilyen például egy kamasz gyerek nevelése során a szülők közötti konfliktus. Tehát, hogyha azt mondják a szülők, hogy ők egyébként egy jól működtetett, kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek, de hogy a kamasz gyerekük olyan dolgokat művel, amit egyikőjük jobban, másikójuk kevésbé tud tolerálni, vagy az eszközrendszerük, vagy mindaz, ahogyan szeretnének ezen segíteni, azok nem tudnak egy mederbe folyni. Ez elmérgesedhet egy olyan konfliktussá, ami mondjuk megnehezíti a családi működést, és ilyenkor érdemes ránézni arra, hogy mi történik itt az elakadás során. Illetve ilyenkor még a szülő és a gyerek közötti konfliktus is szóba kerülhet, tehát hogy a nevelési stílus, a nevelési koncepcióban való különbözősége a két szülőnek hathat arra is, hogy milyen lesz a viszonya egy-egy szülőnek a gyermekkel. Tehát ezeket a konfliktusokat rendezni egy hosszabb folyamat, ahogy én gondolnám. Lehet hosszabb folyamat is, nagyon sokan szerintem otthon küzdenek ezzel a hosszabb folyamattal, illetve hát erre találták ki azt a mediációs technikát, ami egy kicsit felgyorsítja ezt a folyamatot, ez egy 2-3 alkalmas történet. Amikor csak a konfliktusra fókuszál a szakember, meg az ott lévő konfliktusban lévő két ember, vagy több ember, és hogy véleményformálás nélkül, vagy igazságosztás nélkül egy olyan közös álláspontot igyekeznek közös megelégedésre hozni, amikor azt mondják, hogy igen, ez nekem is megfelelő, igen,
ez most már számomra is elfogadható. Tehát nem a vesztes-nyertes pozíció a lényeg ennek a kimenetében, hanem az, hogy egy elégedettebb hangvételben, egy elégedettebb hangsúlyban tudjanak tovább, vagy hangnemben tudjanak tovább élni együtt. És kompromisszumra csak egy külső ember segítségével képesek? Hát azt gondolom nem. Szerintem elsősorban mindig a barátok szoktak segítőjobbot nyújtani, aztán családtagok, tehát mindenképpen el szokták mondani másoknak, meg hát ez is lehet, hogy ők maguk megoldják ezt a helyzetet. Csak amikor azt látják, hogy a külső szakember segítségére inkább akkor van szükség, amikor azt látják, hogy nagyon kilátástalan ez a helyzet, azt érzik, hogy nem tudnak belőle kilábalni, és mégis kell utána még egy közös együttműködés, mégis kell még valahogyan vagy együtt élniük, vagy együtt dolgozniuk, tehát hogy olyan szituációt kell fenntartani, amit mondjuk megmérgezne egy ilyen helyzet. És egy ilyen segítség kapcsán megtanulnak másképpen beszélgetni, szükségleteket kifejezni, érzelmeket kifejezni, megtanulnak olyan fajta konfliktus meg feloldási technikákat, amik esetleg segítik a későbbiekben az ő együttműködésüket, vagy együttélésüket. Déva Jágnes Magda, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és beszélgethettünk. Köszönöm a meghívást. A nézőknek a figyelmet köszönöm, remélem ma is gondolkodtatóak voltunk. Viszontlátásra. A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.